egy olyan 100 méteres sokkal úgy megvédjön. Kis türelmet kérek, csak nyugodtan, nyugodtan. Köszönöm, hogy kell még valami? Nem, köszönöm, ennyi volt. Köszönjük szépen, hogy valami jót, köszönjük. Sziasztok, hogy a betörések általában 2 és 4 óra között szoktak történni. Ahogy meglátták a különböző szórakozó helyen, hogy ennyi gépkocsival kint vagyunk, végigment a forró drót, és elvileg nagyon csöndes éjszaka elé nézünk, úgyhogy most egy eligazítást fogunk tartani, hogy egy fél órás kávés cigaretta szünet után még reggel 5-ig kint fogunk járőrözni, és folyamatosan fogjuk utána ellenőrizni a járőterületeket ismét. Ugye a rendőr kollégák reggel 8-ig kint vannak. Igen. Mi van akkor, hogyha mondjuk 5 óra után történik valami, akkor már csak saját hatáskörükbe, saját felettes szerveiknek tartoznak elszámolásra, vagy értesítik a polgárőrséget? Pontosan, is? A polgárőrség éjjel-nappali segítséget tud nyújtani a rendőrség számára, akármikor a rendőrség ügyeleti központja fölhívja a polgárőrség azt a tagját, aki ügyeletet lát el, elvilegben én szoktam ügyeletet ellátni, és én kiküldök a helyszínre járőrkocsit, aki tud segíteni forgalomirányításba, betörésbe, biztosításba, kordonozásba, bármibe a rendőrségnek, hogyha kevesen vannak itt létszámon.